Szervusztok nézők, Krisz vagyok, és Böjtivel itt ülünk most, hogy megmutassunk nektek valami olyasmit, amit már nagyon régóta nem tettünk. Unboxing videót szeretnénk most adni, mutatni nektek. Mi kapcsán? Mutasd meg nekünk, hogy mit hoztál nekünk, Böjti. Rég nem volt ilyen videónk, be kell, hogy valljuk. Ennek oka az egyik az, hogy ritkán kapunk olyan dolgokat, amiket érdemesnek tartunk megmutatni, de ez egy olyan dolog. Szóval ettől még nekem is leesett az álom, Böjti. Böjti, légy szíves, mutasd meg, mit van. Sziasztok, ugye többször is szóba került, hogy esetleg ezzel játszunk Böjtivel, nem szeretném Csocsó és Krisz kenyerét elvenni és mindenféléről beszélni, aminek semmi köze a videójátékhoz, ugye, de szívügyem az, hogy különleges kiadások, gyűjtői verziók, preszkitek, emiatt gondoltam, hogy kicsit feldobhatnánk, úgyhogy reméljük, hogy minél több érkezik majd különböző kiadóktól, illetve a hazai forgalmazók is mellénk állnak ebben. Most elsőként a frissen megjelent The Last Guardian nevezetű játékról volna szó. Ennek is a Sony által kiadott press kitjéről. Uh-huh. Ami egy ilyen különleges kiadás. Hát ez egy ilyen az elég szép. Ez egy kis dosszi, egy kis fekete dosszi. Igen, úgy néz ki. És tollal a hátán. Mert ugye az egyik fő, tehát itt van a két főszereplő. A Trico, illetve a kisfiú. Esetleg azoknak, akik nem ismerik a játékot, mert mégiscsak konzolos anyagról van szó, PlayStation Exclusive címről, és ez a Last Guardian egy pici. Volt egy Team Ico nevezetű csapat, ugye PS2-re megjelentették az Ico, illetve a Shadow of the Colossus című játékokat, amik elég komoly rajongói bázisra lehetek. És utána nekiálltak 2007-ben ennek a játéknak, úgy volt, hogy PS3-ra jelenik meg. Ebből végül semmi nem lett, többször úgy volt, hogy eltörölték a játékot, inkább pletyka volt. A főfejlesztő direktor ott hagyta a projektet, majd visszatért. Tehát nagyon sokszor lemondtak az emberek erről a címből. És most végre 2016-ban elérkeztünk oda, hogy megjelent. Ez egy nagy hír a játékosoknak, mert úgy nem akarok semmit. Legkárnyi, de úgy tudok, egy nagyszerű játékról van szó. De minket most a doboza érdekel, aminek a tartalmát most akkor így megmutatjuk nektek közelebbről is. Bizony, hát ugye széthúzva, tehát ez egy ilyen fekvő külső papír, fekvő. Szépen belárom oda nektek, hogy miről van szó. És akkor itt van ez a tollas. Hát ugye ez egy ilyen tollas lény, tulajdonképpen mint hogyha egy macska, kutya, madár keveréke lenne. És emiatt van ez a tollas kialakítás, illetve azért vannak tollak mindenhol. Tehát ez is egy nagyon jó pofa megoldás, hogy így elkülönül a háttértől a két fő karakter, a címmel. És hogyha ezt felhajtjuk, ezt a lapot, akkor pedig itt lesz minden apróság és nagy dolog. Egyszer van egy toll, magával a címmel, a játék, PS4-es lemez, így egy kizárólag exkluzív PS4-es játék. Itt van egy sorsszámozás. Tehát ez ugye a 2456 darabból az 1463-dik, ami hozzánk ér. Jó közepén volt. Igen. De ennek a túloldalán van még egy levél is a rendezőtől. Kedves kalandorok. Úgyhogy ez... Igen. Ez igazából mindenkihez szól. Továbbá kisebb rajzok. Szép. Egyébképpen ez a négy lap van még. Hát gyönyörű csomag, köszönjük szépen, hogy megmutattad nekünk. Hát irigykedünk. Hát szép kis csomag. Ha esetleg lesz még valamit, kapsz valamit, vagy esetleg én kapok valamit. Azt ugyanígy megmutatjuk nektek. Így van. Szeretnénk minél többet. Nem tudunk semmit mondani, hogy milyen időközönként, de folyton igyekszünk visszatérni. Bármi is érkezik hozzánk, ami különleges kiadás, gyűjtői verzió, press kit, egyéb érdekesség. Bármi érdekesség, amit ti úgy találnátok, hogy érdekesség, akkor azt megmutatjuk. Köszönjük szépen, hogy néztetek minket, sziasztok! Sziasztok!